Az elmúlt években tapasztalható környezeti és életmódbeli változások hatására egyre több a bőrrákos megbetegedések száma. A legrossz indulatúbb a melanóma, amely a test bármely területén előfordulhat, és az esetek 80%-ában egy anyajegy elváltozásaként jelenik meg. Ezért van az, hogy ajánlott évente az anyajegyeinket átvizsgáltatni dermatoszkópos szakorvosi vizsgálattal. Ez gyakorlatilag egy bőrrák szűrést is jelent, hiszen ilyenkor lehet felfedezni, ha szabálytalanná vált egy anyajegy. Ezt akár az egyén otthon a tükörben nézve is észlelheti, hogyha jelentős a változás. Tehát ha olyat lát valaki, hogy valamelyik anyajegye furcsán megváltozott, akkor érdemes mihamarabb orvoshoz fordulni és azt megvizsgáltatni. Ha ilyet nem vett észre, akkor évente egy szűrő vizsgálat, mint egy nőgyógyászati rákszűrés javasol, és akkor induló változást, amit esetleg szabad szemmel még nem lehet észrevenni, azt ezzel a speciális fényforrással ellátott vizsgálóeszközzel nagyítva meg lehet már állapítani. A meglévő anyajegyeket az ABCD elszabálya bárki megvizsgálhatja. Ez esetben figyelni kell a folt aszimmetriáját, a határait, a színét, az átmérőjét és a kifejlődését. Ha bármelyik szempont vizsgálata során változást tapasztalunk, azonnal orvoshoz kell fordulni. Érdemes odafigyelni a megelőzésre, amely elsősorban a napégés elkerülését jelenti, hiszen a szakemberek szerint ez a legveszélyesebb bőrrák típus. Nagyon hamar képes áttétet adni. Tehát ha valaki nem jár szűrésre, nem óvakodik a napégéstől, nem veszi észre a változásokat, akkor eshet abba a helyzetbe, hogy későn lehet észlelni nála egy melanóma kialakulását. Ebben az esetben fordul az elő, hogy hiába távolították el az akkor megtalált melanómás anyajegyet, ami melanómává alakult, az nem elegendő, és mégiscsak később sok kezelésre lehet szüksége a betegnek, vagy akár halállal végződik egy ilyen eset, mert már az áttétek okoznak további komplikációkat. Ezért érdemes rendszeresen figyelni az anyajegyeket, különösen azoknak, akiknek a bőre gyakori UV-sugárzásnak van kitéve, akiknek a családjukban előfordult már bőrrák, világos bőr, haj és szemszínnel rendelkeznek, vagy akiken 30-40 anyajegynél több van. Egy melanoma vizsgálata az állami ambulanciákon akár ingyenes is lehet, és anyajegy számtól függően körülbelül fél órát vesz igénybe.